Sziasztok! Ez egy újabb pályanap. Ha lenéztek ide mellém, akkor látjátok, fel vannak sorakozva a gépek. E36 Drip BMW, Porsche Panamera Turbo S, Evo 8, Tesla Model 3, van minden. Ma inkább reakcióvideókat fogunk csinálni, valamint szép vágóképeket és motorhangokat felvenni, de ha minden összejön, akkor egy gyorsulási verseny is lesz a nap végén. Tartsatok velünk! Lábomba a vér nem megy le. Nagyon gyorsan nem tudunk menni, mert téli gumi van rajta. Vagy hagyod? Fenn kell tartsom a nyomat végül. Aha. is érzem. Mennyire ott van. Menjünk egy lassú költ, hogy a fékeket ütsen vissza. Ezt most mérte, ugye? Mérte, kíváncsi vagyok én is alá, hogy... Hát az igazából az lenne, hogyha lenne egy normális gumi rajta, mert fék van, akkor lehetne igazán, amikor tapad az autó, hogy behúzod a kanyart, most érzed, hogy áll, mert most olyan, mint a csúszókázik. Na persze, de így is azért ad egy irányt valamit, hogy tesztelték a múltkor a Teslát, 5 hónappal ezelőtt, nem tudom az eredményt, de ők biztos tudják. 1 hónap ezelőtt itt? Igen. No, a klasszis téli gumival csinálták valószínűleg. A lényeg az, hogy itt a gumi, mert itt motorral nincsen baj, fékkel nincsen baj, de egyéb az el tud szállni. Távol kellett volna jöjjünk elő. Nem lesz elő. Reagyújtotok? Hát igazából sebesség nem is nagyon érződik ebben. Nem olyan a futómű. De... Na, egy kicsi ízelítő legalább. Hogy milyen. Még egy kört menjünk, hogy a kerálmi a fékeket. Nem bánjuk igazából. Részünkről rendben van. Hogy a fiúk? Igen. Csendben voltatok. Az elején hirtelen elindultál. Jaj, igen, kezdeti. Én éreztem, hogy lábamból vér nem megy le. Én nem tudtam kiszállni a székből. Akkor sem tudtam mozogni. Akkor igazi, mikor nyári gumival van. Olyan üt egyet, mert most le tudja rúgni is, van egy ilyen csúszás, de amikor nem rúg le, olyan üt egyet, hogy... Ez! Hát ez kemény volt. Hát neked egy csodálatos életed van ember. Basszus! Nagyon köszönjük! Nagyon szívesen! Baszki! Köszönjük szépen! teljes tartás az mindig ez a klasszikus 10 óra 10 perc. Egy automata autóról van szó. Tehát itt megint automatát kaptunk? Igen. A másik az kéziváltás. Ja, akkor az jó. Ráadásul hibrid is. Az autónál nagyon fontos, hogy sokszor tapasztalom azt, hogy a féket nem használjuk elég bátran. Tehát egy versenypályán nagyon fontos mondjuk a féltávolság jó felmérése, de ez ugyanígy igaz az utcai közlekedésben, hiszen tisztában kell legyünk egyrészt az útviszonyokkal, hogy mennyire van hideg, meleg, mennyire vizes az út, milyen tapadásunk lehet, meg azzal is, hogy mennyire rövid időn belül tudunk megállni, és ezt is próbálom veletek majd gyakoroltatni. Itt a féktávolságok ki vannak rakva egyébként a pályán. A helyes kanyarodás az mindig az, hogy először elfordítom a kormányt, tehát behúzom oda, ahova szeretnék fordulni, és onnan találva egy érintési pontot, onnan már csak kifelé nyitom a kormányt, és minél hamarabb nyitom ki a kormányt, annál jobb lesz az autónak a kigyorsítása. Tehát nem tempóból fogunk menni, de kihasználva az egész pályán. Kicsit nagyobb tempóval fordultok, tanácsos kicsit áthúzni a másik oldal, főleg ha látod, hogy nem jön senkiről. Mindig kanyar előtt váltunk vissza, fékezünk, most itt visszaváltás nincs. Egy nagyot fordítok a kormányon, semmi más nem nyitok, itt van egy érintési pontom, és onnan szép lassan nyitom, egész átengedem, minél jobb legyen a kigyorsítás az autónak. Itt megint fenn vannak a kis tábláink, ez megint egy nehéz kanyar, mert nem látod, hogy hol fordulsz. Innen a bójától elkezdem fordítani, semmit nem csinálok, itt megérintem, most nem kell kiengedni, mert egy balos kanyar jön után. Ez a fékzóna, itt visszaváltunk egyet, befordítom a kormányt, onnan nyitom, megint ráfordítom, és onnan csak nyitom ki a kormányt. Mehetünk, ha? Igen, itt nem kell. Esetleg alpár jöhetnek rajtunk kívül, de vigyék az egész pálya. Tehát próbáljuk először majd igen, tehát az íveket, lassan menjünk egy kört, és aztán másodszorra már mehetünk tempósabban. Csak onnan fogunk ugye majd jönni, tehát menj át egészen, ja. És akkor úgy fordulj rá. Tehát mélyen alá kell fordulni, tehát így? Hamarabb kezdte le, és igen, és maradj itt, igen. Hogy innen tudj majd fordulni, még ne kezd el, és ott találj egy érintési pontot, ahol csak megérinted, ahonnan nyithatod. Igen, kb. Itt van az érintési pont, és egész oda már nyitod a kormány, és átengedheted oda. Sokkal nagyobb. Hát igen, látod, hogy itt kb. 3 tempóval, és el tudsz fordulni, ha oda átengeded, mert használod az egész út szélését. Ha maradunk itt, mert ott az egy bójánál, majd kezdjük onnan, egész a fűszélig ott meg kell érintsük, lehetőleg egy kormány mozdulattal, tehát nem kell nagyot fordíts, ott amit látsz, a fűszélre, és hagyd úgy a kormány, semmit ne csinálj, nem mozdulj is rajta. Így, és itt már egész egyenesen itt maradsz, kiengeded a végét, sokkal jobb lesz. Tehát az autós forduló és az utcán is, tehát úgy fordulunk, hogy kanyar előtt fékezünk, visszaváltunk, lassan bemegyünk a kanyarból, és már nagyon mélyről gáztatsz, és gyorsan jössz ki belőle. Tehát maradunk még itt, itt megtöröd, gyakorlatilag úgy hagyod, nem nyúlsz hozzá, és már itt a pontunk, és onnan engeded oda, egész át a pirosig, szép lassan, igen, még hamarabb ki tudod nyitni, és érzed, még ha gáz se adsz, az autó elindul magától, hogy nincs benne feszültség. Ugyanúgy megyünk egyenesen az egyes bójáig, és ott elfordítod egyszer, hogy valahol megérints majd fönt, oda. a széléig, igen, hagyd így a kormányt, hozzá se nyújt. Hagyod úgy, nem dolgozunk fölöslegesen, nem rángatjuk kanyarba, igen. Innen, itt maradj, mert balos jön majd. Itt van a fékezési pontunk, itt kéne visszaváltani ugye egyet. És igen, és ott is be a pirosra menj rá, egy mozdulattal ugyanúgy, hagyd úgy és engeded oda. Igen, most bele kell nyúljál még egyet majd. Ha időben kiengeded, akkor azt is egy mozdulatból ugyanúgy el tudod fordulni. És nem kell sokat. Ez akkor fontos, hogyha limiten vagy, mondjuk mész egy... Igen, és nagyon kicsit fordítasz csak, és már oda átengedesz, tehát innen már ide, ha már gyorsítasz ki, és hozzá se nyúlsz megint. Nem kb. Szép, lassan kiengeded ide egyenesbe a végéhez. Ezt egy sávon belül is meg tudod csinálni, hogyha úgy mész az úton. Úgyhogy ezt a legkevesebbet a gépnél. Igen, egész az egy bójáig megyünk. Még benn maradunk itt. Nagyot törünk rajta, oda a gumi mellé, egész behúzod, és ott is már odahúzod, és így hagyod. Egész ide kieng. Hát egész. Ezt ide engedhetjük fél. Még mindig nem mozdítottam a kormányon, majdnem most kell egy kicsit behúzni. Mindegy, gyere. Az is egy mozdulatból egész elfordulsz, nem ötször fordulsz be egy kanyarba. Igen, bent tart, és oda engeded át oda rá. Tehát, hogy nyitod a kormányt, és elindul a kocsi magától. Nagyon furcsa nekem az, hogy ekkor... Aha, mehet egész be a széléig, egy mozdulattal, és onnan egyel kiengeded, szép lassan, fokozatos, és már mehetsz. Na, akkor most menjünk, kezd el nyomni. És majd oda kérek szépen egy fék távolságot kb. Féktávol, majd az első bolyán egy a féket? Igen, eddig, hát csak azt, hogy érezd, de teligázom mennyi, padló még bőven, hogy hol nagyjából itt fékezzél, mert túl fogunk menni. Azzal, jó volt a fék, mert érzed azt is, hogy hol van az ABS-nek a határa. Van, aki nem meri benyomni annyira a féket, hogy megálljon, pedig meg tudna állni, de nem nyomja olyan erővel. Jó, a féket, ahol kell. Igen. Most egész itt belül maradsz, és mész ezen az oldalon belül föl az első bójáig. Nem fékezz, csak vedd el a gázt. Vedd el a gázt, és egy mozdulattal túl korán mentél be. Ja. Látod, bele kell fékezz, és nem tudod odaengedni. Előbb elkezdted a kanyart. Ilyenkor leesel az úton is, érted, elfogy alólad az út, és leesel az utcán is, hogyha nem jól indítod már el a kanyart. Nem, fék. Igen. Behúzod még be, és onnan át. És gáz. Az. Igen, így jövünk ki egy kanyarban. Ja. Oké. Elsőnél kezdesz csak elfordulni majd itt. Itten? Igen. Oda húzz be, ne hagyj gáz, semmit, csak guruljunk. Még, igen, egy kicsit itt jó helyen, mert itt kell maradjunk. Ja, itt kell maradjunk. És a bójánál fékezünk. Erősen. És oda a kék mellé. Az a behúzott teljesen, itt is, tudod, és onnan oda, úgy igen, szép lassan az az. Most rossz helyen vagyunk, de igen, tehát itt vált a pálya, és ez mehet. És ide húzz be, és oda engeded át, oda. Látod, és semmi, simán elfordulsz. Na, lássuk Gergőnek, hogy tetszik az új Octavia. Ő is Octaviát használ a hétköznapokba. Nagyon jó az ülés pozíció, meg az egész ergonomiája. Az Audi az ergonomiája. Meg a maga a technika is, látom, hogy nagyon fék rajta. Vagyis ki fék van, gumi nincs. Igen, de nem ide való. Milyen szép ötő van. Kicsit libegős a hang. Gyökerek minden rajta. Marrévas, a marrévas mindjárt kezembe maradt hátul. Hát én ott nem lennék most hátul, pedig jó, hogy te vagy. Ajtótól ajtóig! De jó! Gyorsabban ezekben, 171. Egyikkel se tudtunk. Megy azért a gép, na!